A közfelháborodás napja, ezzel az elnevezéssel hirdettek utcai megmozdulásokat ma estére Budapesten és az ország nagyvárosaiban, valamint több külföldi városban is 6 órára. A szervezők azokat várják, akik elégedetlenek a kormány politikájával. A Kossuth téren ott van kollégánk, Kéri Barna. Szervusz Barna, milyen a hangulat a téren? Szervusztok, elég parázs a hangulat, gyakorlatilag megtelt a Kossuth tér a közfelháborodás napjára. Eredetileg november 17-e a netadó elleni tüntetés napja volt, de miután a kormány visszavonta a netadóra vonatkozó javaslatot, ezért módosították a tüntetés célját is. Ugyanakkor a tüntetők azt mondták, hogy nem bíznak a kormányban, és a netadó ellen is tüntetnek. Attól tartanak, hogy a netadót a kormány vissza fogja hozni, és újra beterjeszti a parlament elé. Most a tüntetők azt mondják, hogy a kormány politikai a külpolitika, illetve az adópolitika ellen tiltakoznak, illetve a korrupciós ügyek, vagyis az állítólagos korrupciós ügyek miatt. Egyébként a kormány ellenes jelszavakat kiabálnak most, talán ez hallatszik is itt körülöttem. Abszolút kormány ellenes a hangulat, kormány ellenes tüntetés van itt a Kossuth téren. A felszólalók, mint civilek, gyakorlatilag ismeretlenek ők a nagy közönség számára. Egyetlen ismert név van, Horváth András, aki szinte napra pontosan egy éve robbantotta ki a NAV állítólagos áfacsalási botrányát. Ő még nem beszélt. A többiek, akik beszéltek, azok felszólították az embereket, hogy tiltakozzanak a kormány politikája ellen, illetve volt egy felszólaló, aki azt mondta, hogy nemzeti konzultációt hirdetnek az oktatást érintő kérdésekről is. Nem csak itt Budapesten van tüntetés, hanem az ország 25 városában és külföldi nagyvárosokban, európai nagyvárosokban is kreatív ellenállás néven hirdették meg például Londonban a tiltakozó akciót. Az ott élők azt mondják, szeretnék fölhívni arra a figyelmet, hogy onnan kintről is tehetnek valamit az országért. Egyébként nem csak valami ellen, hanem valamiért is tüntetnek itt a Kossuth téren. Azt mondták, hogy az európai politikáért, illetőleg a tiszta, átlátható kormányzásért és a korrupció ellen tüntetnek. Köszönjük, Barna! Ahogy Barna is mondta, a Nagykanizsában negyedszer tartanak kormányellenes tüntetést az Erzsébet téren. A szervezők itt kivetítőt is felszereltek és kapcsolták a Kossuth teret, hogy megnézzék, mi a helyzet a fővárosban. A szervezők a szónokok közül kizárták azokat, akik jelöltek voltak a legutóbbi választáson, hogy a tüntetést ne lehessen egyik párthoz sem kötni. Erre Győrben is nagyon ügyelnek, ahol a városháza előtti téren gyűltek össze. Külön kérték minden résztvevőtől, hogy pártokhoz köthető dolgokat ne vigyenek. Miskolcon a Hősök terén tüntetnek az internetadó, az állami korrupció, a túladóztatás és a jelenlegi külpolitika ellen. Itt azt tervezik, hogy a NAV helyi székháza elé vonulnak. Szegeden is tart a demonstráció, ott van a helyszínen tudósítónk. Szervusztok, jó estét kívánok! Szeged belvárosában a Klauzál téren gyűltek össze a kormányellenes tüntetők. Előre láthatólag még körülbelül 3/4 óráig demonstrálnak, ahogyan mondják, az Orbán kormány önkénye ellen. Többek között ma a kafetéria, a telekommunikációs adó, valamint a devizahitelek forintosítása miatt tiltakoznak, mert szerintük ezzel is csak az állam jár jól. Sérelmezik továbbá, hogy a NAV elnöke Vida Ildikó az egész vezérkarral együtt még mindig nem mondott le, ezért késő délután a helyi adóhatóság épülete előtt is tiltakoztak. Többször elhangzott az is, hogy ez egy civil és független szerveződés, ezt a tüntetők tiszteletben is tartják, sehol nem látni semmilyen párthoz köthető transzparenst, magyar és uniós zászlókat azonban fel lehet fedezni a tömegben, rendbontás pedig nem történt.